Idén ünnepelte Szabó István, szülésznőgyógyász emeritus professzor 75. születésnapját, mely alkalomból tudományos ülést rendeztek a Pécsi Tudományegyetemen. Az eseményen barátai, kollégái köszöntötték a Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika egykori igazgatóját. Mindig szülész szerettem volna lenni, vagy gyermekgyógyász, és a sors úgy hozta, hogy a szülészetre kerültem, de nagy szerencsével, mert aznap, amikor vizsgáztam, 11-en vizsgáztak, és a Lajos professzor 7-et megbuktatott, egy 2-es, egy 3-as, egy 4-es, és valami csoda folytán lementem jelesre. És akkor pont jöttem a folyosón, és a Gáti professzor, akkor még docens volt, azt kérdezte tőlem, hogy hova akarsz menni. Hát mondom, ide szeretnék jönni, de tudom, hogy ide azért nagyon nehéz bekerülni. Édes öregem, aki máma lement az öregnél, Lajos profnál, kérj tőle kihallgatást. Kértem tőle kihallgatást, azt mondta a Lajos professzor, emlékszem rád, kérlek, kikérlek az egyetemtől. Úgyhogy mázni volt, és amikor aztán végigjártam a Langrétát, és amikor professzor lettem, akkor meg kell mondanom, hogy nekem mindig az volt az elvem az, hogy amit másokért teszünk, az fönnmarad mindörökkel. Amit magunkért, az elmúlik velünk együtt, és ahogy Roosevelt mondta, tegyél meg mindent mindenkiért, bárhol vagy a földön. Tehát én azt mondom, hogy mindig ezt próbáltam csinálni. Az ünnepségre egy könyv is elkészült, melyet az ünnepelt professzor írt a szülészetben eltöltött elmúlt 50 évéről. Na most ebbe belefoglaltam mindent. Belefoglaltam mindent. Amikor én professzor lettem, összehívtam a szülészeteket, szülészeten a dolgozókat, és elmondtam, hogy mi a célom. Ugyanis én azt akartam, hogy mindenki csinálja meg a saját munkáját, tehát el kell ismerni az embereket, és ha jót tesznek, meg kell dicsérni őket. Tehát ha bejönnek a klinikára, ne érezzék úgy, hogy úristen, már miért kapunk, tehát a gyomruk ne legyen görcsben, mert akkor nem tudják a híven megcsinálni azt, ami kell. És itt azért a szülészet, jó, lehet, hogy én most rosszat mondok, de szerintem a szülészet az egyik legnehezebb, de legcsodálatosabb hivatás. Azért a legnehezebb, mert időnként két, nem egy esetben, három ember sorsáról kell dönteni, hogy most azonnal meg kell csinálnom a császárvárt, nem, és ottan életek forognak kockán, és a másik pedig az, hogy a csodálatos, és azért, mert az édesapa ránk bízza az édesanyját, a feleségét, tehát a számára a legdrágább embert, tehát nekünk egy dolgunk van, hogy tudásunk legjavát adni, szeretettel csináljuk az asszonyokkal, amit kell, és amit várnak is tőlünk. És ugye, amikor megszülünk egy gyereket, azt tudjuk azt, hogy bár pici még a gyermekkész, 5 pici nyúj csöpp tenyér, de a holnapunk már belefér. Tehát minden ezeken a gyerekek múlik. És az egy csodálatos érzés, amikor ugye ott az édesanyja megszül, ott a férj is, és amikor az édesanyja, Istenem, Istenem, még én is elérzékenyülök idénként, megszületik a gyerek, fölsír, és az édesanyja néz a férjére, és nem a szemébe, az arcán azon, hogy látod, szültem nekünk egy gyereket. És ez egy csodálatos érzés. Hát ott tudok lenni a jövő életén, hát szóval nem igaz. Hálát adok Istennek, hogy ezt a sorsot adta nekem. A professzor több új módszert vezetett be a klinikai gyakorlatba, melyekkel a magzatok méhen belüli állapotára lehet következtetni a terhesség és a szülés alatt. Munkatársaival a világon elsőként dolgozta ki olyan módszert, mely a koraszülött magzatok életkilátásait, túlélési esélyeit jelentősen növeli. Munkája elismeréseként számtalan kitüntetésben részesült, utóbbi eredményéért többek között az egészségügy legmagasabb kitüntetését, a Semmelweis díjat is átvehette. Évekig tagja volt az Európai Társaság vezetőségének és a Perinatológiai Világtársaság Tudományos Bizottságának. A Magyar Nőorvos Társaság örökös tiszteleti elnökének választotta meg. Az ünnepi esemény második felében a társaság Délnyugat-Dunántúli szekciójának 19. kongresszusára került sor.